Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die, Alpha 16.3, 102. epizódja, 42. nap, Horda következik, de az már most szólok, csak és kizárólag a következő epizódba, a legutóbb nem sikerült átcsúsztatnom a másikba. Befejeztem, illetve befejeztem, de hogy fejeztem be? Még csak éppen, hogy elkezdtem a fa termelő szigetünket, a faiskola szigetét, de még mielőtt bevetném ide a fa magokat, teszünk egy kis kísérletet. Ugye mondtam, hogy szerettem volna kipróbálni, hogy a fertilizer bármiféle hatással viseltetik-e a fa iránt. Úgyhogy ezt most meg is fogjuk nézni. Hol is van? Kivettem volna? Ja nem, itt van, bocsánat, meg is van. Szóval, fogjuk a kis fertilizerünket, fogjuk a fa magokat, maple seed, és már is elvetünk néhányat. Ugye középre fogom ültetni, ide, úgyhogy csak oda fogok tenni fertilizert, és egyelőre csak a jobb oldali kettőbe. A másik kettőben nem, így össze fogjuk tudni hasonlítani azt, hogy van-e bármiféle hatással. Sőt, tudjátok mit? Kétszeres kísérlet. Itt csak egyet fogunk befertilizerni, a középsőt, itt viszont az összeset. Hát ha számít valamit. Égyni. Jó. Ez most így hirtelen ötletből vezérelve jött. Oké, tehát itt csak középső, itt az összes, ott pedig két üresen hagyott. Ezt természetesen bármeddig lehet bővíteni, minden egyes alkalommal ide mellé kell csapni még egy kis betonkockát. Mindegyik sarkot és csatlakozási pontot alátámasztottam egy-egy pilárral, tehát alulról eléggé stabil, úgyhogy remélhetőleg rendben lesz. A gombafarm az még nem tudom, hogy fog kinézni, odáig még sajnos nem jutottam, ma el nem volt időm, hogy megtervezzem. Szóval, erről ennyit, a kertet azt újra vetettem, láthatjátok, a lámpákat végre összekötöttem. Úgyhogy most szépen körben mindenhol van fény. Kiderült, hogy a szürke motor vagy barna, attól függ, hogy hogyan nézzük azt a színt, nem elegendő, úgyhogy a zöldet használtam föl, és így, hogy idebent is... Oké, ez a múltkor még nem így nézett ki. Ezt majd itt meg kell csinálni. Tehát idebent is van néhány lámpám. Így 70 wattot fogyaszt a 77-ből, amit a zöld motor bűt. Lehet, hogy egy kéket fogok alkalmazni. Ide is szeretnék még egy neont. Ide viszont már ugye nem fog jutni. Lehet, hogy majd ide teszek egyet hosszába, de nem tudom. Szerintem ez a három is bőven elegendő lesz. Ugyanis leoltott lámpával egészen szépen lehet látni most már idebent éjszaka. Fönt is lesz természetesen fény, úgyhogy egészen biztos nem lesz elég a zöld motor. De egyelőre megfelelő. Ugye ide nem akarok kapcsolót csinálni, mert eleve a motort is kapcsolgatni fogom, egészen addig, amíg nem lesz normális napenergia ellátásunk. Szóval, ezzel megvagyunk. Voltam buildert farmolni másfél napig tulajdonképpen. Úgyhogy most van elegendő nyersanyagunk, ennyit szedtem össze, meg egy kis agyagot is, hogyha már ott voltam, meg kicsaptam néhány fát. Itt most pörög befelé az üvegnek való homok és az ólom. Itt láthatjátok, hogy elkezdtem gyártani némi lőszert, ugyanis a tureteket meg szeretném építeni, de ugye kell a motion sensor, amihez nem volt elegendő skill pontunk már, hogy kifejlesztem, úgyhogy itt is van a megfelelő alkalom, ugyanis néhány level upot magamra szedtem, amíg bányáztam a buildereket, úgyhogy most 102-es szintű vagyok, azt hiszem 2 vagy 3 level up belefért, és akkor kell ugye a motion sensor, az vagyis a mozgásdetektorhoz a switches and triggers perkre van szükség, ugye ez 3 pont, aztán 6 pont, aztán 9 pont a motion sensor, úgyhogy erre el is ment majd, hogy nem az összes. Melee trap, arra nem lesz szükség, közelharci csapdára valószínűleg. Mechanical parts, szerintem a do it yourself is fog nekünk majd kelleni. 6 pontunk van, azt most nem akarok nagyon ráhasalni, úgyhogy nem is tudom. Hát pedig kénytelen leszek, mert nem látok semmit, amire szerettem volna elosztani. A fixer az esetleg egy jó ötlet lenne, de... Reaper Quality Loss, Reaper Amount, általában a két tárgy összeillesztésével szerelek, úgyhogy az most annyira nem kell. És igen, most már ki lehetne húzni ezeket a dolgokat, de hát ez több mint 100 pontba fog telni. Ez még jó sok level up, úgyhogy... Kicsit olyan, mintha a játéktervezők ezzel a skill rendszerrel arra ösztönöznének minket, hogy ugye csapat mozogunk, és valaki a weaponsmithet húzza, valaki a toolsmithinget húzza. Én mindent ki akarom. Nem tudom, hogy van-e level maximum, ennek érdemes lenne egyébként utána nézni, de... Hagyjuk is ezt most, nem is ez a lényeg. Mennünk kell ugyanis néhány elektromos alkatrészre, illetve elektromos
scrapre, elektromos hulladékra van szükségünk, tehát igazából ezekre a dolgokra. Komponens, bocsánat, komponens. Mechanical parts az rengeteg van, ez a kettő most nagyon fontos lenne nekünk, mert a motion sensor az ugye abból áll, hogy kettő, igen, nem lesz elegendő. Electronic partsból nagyon kevés van, úgyhogy városba megyünk, visszamegyünk a régi, a közeli városba, és szépen szétkapunk néhány tévét, meg mi egymást. De útközben még azért beugrunk majd a kereskedőt, és eladunk pár cuccot. Nem hiszem, hogy lesz bent bármi, amit meg akarnék venni, úgyhogy pénzt azt nem viszek. Tuti most lesz bent napenergia kollektor, de egyébként nem valószínű. És akkor, hogyha ez megvan, összeszedtünk egy néhány tucatot ezekből az alkatrészekből, akkor majd szépen hazajövünk, megépítjük a tureteket. És a következő rész az már ugye a horda éjjel lesz, amit a killzone-on tölthetünk végre. Lőszert azt nem nagyon tudtam gyártani, csak azt, ami a turetbe való, de ha marad elég a géppuska ágyukból, akkor az olyan hülye hangzik, turet. Pedig az automata ágyú, az autóturet. Mindegy. Tudjuk, miről van szó. Tehát ha marad vissza egy kevéske, akkor az SMG-t, a géppisztolyt befoghatjuk éjszakai darálás gyanánt. Na meg ugye ott van a shotgun slug. Abból is lehet még csinálni. Elegendő olmot szedtem föl, most már üvegre van szükség ahhoz, hogy be tudjam fejezni. Láthatátok, hogy folytattam a felső emeleten is a golyóálló üvegnek a betelepítését. Tovább a tetőn is tovább pörgetem a kamuflázs hálót, az álca hálót. Na, jó kérdés az, hogy hova menjünk. Jó lenne civil házakat szétszedni, abban legalább nem tévednék el úgy, mint ezekben a bazi nagy dögökben. Úgyhogy amondó vagyok. Keressünk sima lakóházakat. Azokat úgyse nagyon néztem át. Úgyhogy szerintem... Motel, na, például abba szerintem kell, hogy legyen tévé. Meg ilyen apró cseprő dolgok. És ha már itt vagyok, akkor szétkapjuk a járgányokat is. Hát, ha találunk még benne engine-t. Azt tudom, hogy van benne mechanical parts rengeteg. Egy kis benzin is jön. Jaj. Morci. Kicsit hangos most a cucc. Na már megint a pucér lady. No nud. Köszi. Hú, az anyag. Igazi. Arab táncos lehetne belőle, vele a kígyó mozgással. Jaj, a trédert elfelejtettem meglátogatni. Na gyorsan elugrunk, szétjedik ezt a két autót és elugrunk a traderhez, mert nem akarok ezüsttel meg papírpénzzel a zsebembe kolbászolni. Itt van úgyis közel, ide látjuk a jelet. Ugye ez volt az, amit nem vettem észre a fáktól, amikor még a Fire Stationben voltunk. No, már itt is vagyunk. Aztán most már fölírom, hogy mikor résztákkal. És akkor arra időzítem majd ezt a következő eljövetelt ide. Hello. Azt mondja, hogy 43. nap. Holnap. Jó, hát akkor a horda után jöhetünk is akár. Oké. Az a painkiller az jó. Szép kis lóvét hozott. Ja, ez még mindig a régi. Oké. Akkor igazából csak ennyi volt. Hát a pénznek behajtjuk a csomagtartóba. És akkor nem lesz útba esse. Pénzére. És mehetünk is vissza. Szóval, amikre vadászunk, nagy tévék, kis tévék, monitorok, és minden egyéb, ami elektromos cuccot tartalmazott magába. Úgy tudom, hogy a mosógép az nem, de a hűtő az igen. Bár ezt még nem teszteltem le. Jaj. Hát ti. Na, most kihagyom őket a buliból. Ja, ha elkezdtem szétszedni itt az autót, és jött a random horda. Na, végre. Már hiányoztatok. Nem. Szépen körbe, karikába. Egyébként összeillesztettem egy újonnan gyártott 400-as macsetét. Meg a régi macsetémet, úgyhogy azért kék. És 460-as. Na, zakó. Lila zakó. Na most meg tudjuk nézni, hogy... 700. Információim szerint valami 1200-at ér egy lila. Még kéne, hogy érjen egy lila. Vagy csak a 600-as fullos? Na majd ezt meg kell még nézni. Mondjuk ez barter skill-től is függ, tehát...
Gondolom annak is jól föl kell húzva lennie. Ú, és a garázsajtót elfelejtettem megnézni, hogy mennyiért lehet eladni. Oké. Okay. Azt hittem, hogy ez nem fog találni. Te jó ég. Remélem nem túl hangos. Azt nem tudom miért szereltem meg, de mindegy. Szét akartam scrappelni. Na, nézzük ezt a motelt. Alrighty. Ezek üresek. Na hát akkor kip-kop. Ezek mindegyik egy-egy különálló szoba. Ez pedig itt a recepció. Ez maga recepciós. Hey! Hello! Semmi? Akkor ő is egy nagyon mélyen alvó zombi. Nem csak simán alvó zombi. Víz. Az is valami. A székekben ugye van mechanical parts, de nekünk nem az kell. Hoppácska. Kis bónusz. Remélhetőleg lila fegyver alkatrészekkel. Gimi, gimi, gimi. Anyádat? Te? Honnan jöttél? Te! Luft. Jaj. Ó! Egy pillanat. Nem úgy volt régen, hogy ha folyamatosan nyomva tartottuk a shotgunt, akkor egyfolytában lőtt? Mármint, hogy ugye lőtt, felhúzta, lőtt, felhúzta. Érdekes. Most nem lőtt. Na de mindegy is. Jobbot kaptunk a biker zombitól, mint amit találtunk a szévbe. Na mindegy. Nézzük át szépen. Black bandana. Oké, amúgy is elég gáz volt belőle. Most úgy van nagyjából helyünk is ahhoz, hogy eltegyük ezeket a dolgokat. Hát nem tudom, én itt nagyon nem látok tévét meg ilyesmit, akkor úgy látszik, hogy ez nem a jó hely, ahol kereshetem. Megnézek még egy szobát, ha ott se lesz tévé, jaj, bocsánat, akkor tovább állunk. Hát itt nincsenek tévék. Jó, végül is igaz, ez csak egy motel, tehát. De igen, a Leather Duster ez jobban megéri, mint a zakó. Hoppácska. Hú, tele is vagyunk. Mindjárt ledobálok. Némi... Hol mit a bringába? Hát akkor ez nem jó, akkor megyünk sima házakba. A motel az nem járja ilyen szempontból akkor. Egyébként jobbat kaptunk, mint ami benne volt. Nem baj, hazamegyünk, összepantítjuk. Összepattintjuk. Oké, okay, scrap. Azt is visszük. Többiből meg valószínűleg még találunk. Volt még egy kis lead, amit fel akartam szedni. Ja nem, ez volt, amit fel akartam szedni, igen. Visszük haza. Még kell egy kevés fertilizer, és pénznek sem rossz, csak kicsit sokáig tart előállítani. Ennek külön célra, ha van annyi nyersanyag, akkor lehet, hogy megéri csinálni egy beaker-ös. Vagy nem beaker-ös, bocsánat, egy... mi a franc az? Chemistry Station-t. Na, ide bent voltunk, de nem hiszem, hogy szétszedtem volna bármit is. Jó. Oké. Pont nem ezt kéne mondjuk, hanem a másik fajta. Jaj! Hello! Nem mindent néztem át, úgy látszik. Na de, tévé! Ez itt a lényeg. Ugye ez két oldalból áll. Ú, plastik is jön vele, jó, mert az is kell az ablakhoz és az üveghez. A lámpához, na. Hello! Mi ez a gengelés itt, srácok? Na, várja. Ez az. Jaj! Jó volt ez itt, kérem szépen. Szolgálatban, rendőr, nővér, meg minden? Az igen. Még csak most lett level 10-es Oti. Nagyon-nagyon kíméltem a lőfegyvereimet. Hol röfögsz? Valahol röfög valaki. Valószínűleg fönt. Jó. Na mindegy, szedjük szét ezeket a nagy plazma tévéket. Hol volt a másik? Nem itt, az biztos. Mindegy, szétszedjük ezt.
Na, ebből egészen jól jön minden, amire szükségünk van. Ezt szedtem? Szedtem. Elkezdtem szétszedni még egy tévét, és nem emlékszem, hogy hol volt. Na nézzük akkor a hűtőt. Fölé, ó. Két húzásból, az igen. De abból nem jön pont, pont az nem jön, amiből nagyon kéne. Hát lehetek ilyen lyukas fejű? Hol kezdtem el szétszedni a nagy tévét? Biztos nem ide ment. Ja. Ó, oh, gyere le! Ebből sem az jön, ami kéne. De, jön belőle. A tévé jobban megéri, az gyorsabban szétjön. Meg abból, ahogy elnéztem, több is jön. Na jó, akkor következő ház. Gondolom itt minden lámpa akkor adja. Szószó. Szószó. És egy újabb level up. Nagyon jó. Ezt már szerintem megnéztem. Na hát akkor következő épület. Jó néhányra szükségünk van, úgyhogy ezzel most elleszünk egy darabig. Van érzésem. Már emelet is lesz. És ha jól látom, akkor brass lámpák vannak. Ez nagyon kéne. Papír, no. Még néhány cuccot hányunk már ide át. Ezt megesszük. Ebből még fogunk találni szerintem. Pisztoly, lőszer. Ebből is fog még jönni. Tehát igazából ezek a lényegek, amiket most ide lepakolászok. Kis miniatürizált inventory management, elnézést kérek érte. Fa, úgyis jön még egy kevés. Na, jó, mehetünk. Akkor visszük most már ezeket is. Kis plusz. Az a szükséges plusz. Oké. Mi vagyunk itt a kábelbarát. Fú, de idegesítő volt az a film. Imádom egyébként Jim Carrey... Anyádba. Imádom egyébként Jim Carrey, de ott valami félelmetesen... Félelmetesen jól alakította a... Nem is tudom... Nem akarok pszichopatát mondani, mert nem volt pszichopata, csak ilyen... Fú, nagyon fura emberke volt benne. Apa. Aki nem látta, annak egyértelműen ajánlom. Kicsit régi film, de... Az elején még jókat röhög rajta az ember, később aztán már félelmetessé válik. Aztán meg megint nevetségessé, aztán meg inkább ő ilyen sajnálnivalóvá Jimnek a karaktere, akit alakít. Igazából egy... Egy házmatos zombi? És miért nem találtam el? Megint máshol van a célkereszt? Nem hiszem. Ilyen tévészerelőt, kábelszerelőt ő alakít benne, aki először nagyon-nagyon kedvesen mindent szinte ingyen odaad az újdonsült haverjának, aki... aki akkor költözött a környékre, aztán már annyira rámászik az újdonsült barátjára, hogy már ilyen házi bulikat szervez nála az engedélye nélkül, de ilyen fitfene pénzekért beszerel neki akkor a házi mozi rendszert, meg mindent, hogy hihetetlen, és ez a tipikus túl szép, hogy igaz legyen történet, és aztán a végén ugye be is üt a krak, nem teljesen normális már Jim, nem is egy embert elüldözött, meg nem tudom, régen láttam már én is, de jó volt, jó volt. Az igazi gumiarcú humorista. Félelmetesen jól alakítja egyébként. Hoppá. Kicsit félre sohintottunk. Most így 170 staminával, így már azért nem túl nem kellemetlen a bányászat. Igazából egy vagy két grain alkoholt ittam meg, amíg bányáztam. Nem, két sört is egy grén alkohol ittam meg, amelyik bildereket bányáztam. Az meg aztán végképp nem volt vészes a régihez képest, amikor egyfolytában ittam ugye megállás nélkül. A kis iszákos. Ezek is jók egyébként. De még mennyire. De még mennyire jók. Ezeket is szét kell akkor szedni. Rendítsek. Szétkapjuk a házban az összes elektronikai berendezést. Apropó, itt a lámpa, az lámpa vagy? De még mennyire? Lámpa bizony, meg fa. Érdekes. Érdekes. Ez vajon? Ez inkább mechanikai, nem?
Lefolyó. Az is csak cső meg fém. Jó. Semmi gond. Minden jön minden, jó. És a hűtőket gyorsan szét lehet húzni két tekerésből, tök jó. Akkor ezt is megjegyezzük. Jó, itt leszettük. Emelet. Még az is lehet, hogy zárt széfeket fogunk találni ezekben a házakban, hiszen ezeket nem bányáztam szét, nem csákányoztam szét, mikor még nem volt hozzá megfelelő eszközöm. Most azért egy lila csákányal már nem jelent nagy problémát. Hopp, egy tévé. Nagyon jó, mennyi van? 32. Alakul. Alakul a történet. Jó. Hello! Tévé. Igen. Bűntibe van. Na nézzük akkor a mosógépet. Csövek, mechanikus, elektronikus. Ez is, az is. Lagd. Mondom, itt hagytam egy csomót egyébként, úgyhogy nem is rossz, hogy visszajöttünk ide. Viszont esélyes az airdrop? Talán. Az a baj, hogy ilyenkor, amikor két rész között eltöltök néhány napot magamba, akkor itt teljesen, úristen, teljesen szétcsúszok, hogy mikor mi jön. Oké. Az se. Bőrfa. Ezekből rengeteg van otthon, teljesen fölösleg. Valami 8000 fa van otthon. Na most kimegyünk, hogy esetleges airdropot lássuk. Azt hiszem ez is tele van már. Ne, hol nincsen. Oké. Oké, most már tele van. Na, alakulunk. Következő ház. Mondjuk ez itt. Most hallgatózunk egy cseppet. Jön az airdrop. Hoppá. Milyen kis suhintás volt itt. Mintha csak nem is akartuk volna bántani. Jó, nem jön airdrop, akkor következő nap. Akkor elszámoltam magam. Légkondíciónálót nem hagyjuk itt. Emlékszem, mikor még volt olyan verzió a Seven Days to Die-nak, mikor ez is nyitható volt és nem szétszerelhető. Mint egy tároló úgy működött, és ugyanezek a dolgok voltak nagyjából benne. Természetesen. Akkor még nem voltak ilyen elektromos alkatrészek, meg ilyesmi, csak ugye a cső, meg a vas. Játék elején mindig lootolgattam ezeket, hogy legyen a Forge-hoz csövem. Hoppá! Először is itt egy moly lepke, másrészt miért nem látnak a zombik? Nincsen DM mód, nem is használtam DM módot az elmúlt akárhány alkalomban, nem is tudom már. Valami ugra-bugra. Ki vagy? I'm fabulous! Hogy néz ki? Na jó. Hát itt több tévét nem is nagyon láttam. Akkor maradjunk a burzsújházaknál, mert itt ott több a... Mondjuk a hűtőt megnézhetjük. Ez a másik fajta hűtő, ez az egybehűtő. De valószínűleg ebben is inkább elektronikai... más is van benne. Jó van, akkor szedjük szét. Menj már innen, moly lepke. Nem, ebben is csak olyan... dolgok vannak, amik nem kellenek. Jó, akkor nézzük tovább a házakat. Most nem tudom, hogy ebbe voltam az imént. Igen. Na, abba például biztos, hogy nem voltam most. Emlékeztek még a Fire Station-re? Tényleg ott bent hagytam tévét, meg ilyesmit. Vagy szétszedtem azokat is, amikor eljöttem. Emlékszem. Kicsit megviselt csórikám, de... az egy jó hely, tehát én azt mondom, hogy egész sokáig kibírta a zombi ostromot. És az ténylegesen ostrom volt, hát akkor jöttek is a zombik rendesen. Tartottak a falak, amíg csak kellett. Teljesen jó, első két-három oldalnapra teljesen megfelelő.
ha az ember nem akar komolyabban konfrontálódni az ellenféllel. Most így lehetőség szerint ilyen félig meddig pacifista. Hol vagy? Végigjátszást nyomok, tehát ez az évad most erről szól, hogy lehet a leginkább megúszni a legkevesebb harccal a zombi apokalipszist. Egyelőre egész jól. Szigetes téma bejött. Na, Dagi, jó van, azt hittem rendőr. Csak rendőröktől parázok, mert a köpködés meg a robbantás az nekem nem gyere be. Hello! Sokszor, túl sokszor szivattak már meg a robbanó autóval. Hogy félváró vegyem a rendőr zombit. Főleg mióta ilyen gyönyörű szép UV-zöld fényt kapott, azóta még inkább parás. Szerintem. Jó, itt voltak monitorek és leszettem őket, úgyhogy úgy látszik, hogy azokat nem akartam itt adni. Apropó teszt, kaptam egy tippet. Csákánnyal... Majdnem egy százas sebzek bele. Ó, tehát a megfelelő célszerszám erre a balta. Illetve nem. 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 Nem, kevesebb anyagot is kapok belőle, meg szerintem nem is sebzek bele akkorát. Na, ezek érintetlenek. 48. Hát ez jóval több, mint 48. Nem jó, nem jobb a balta erre. Ez egy fals tipp. Vagy ez nem golyóálló üveg, ez biznisz üveg? De nem, ez golyóálló üvegnek kell, hogy legyen. 3000 HP-ja van. Nem, szerintem a csákány erre jobb. Már nem emlékszem, melyik őtök mondta a tippet, de szerintem már a csákány jobb. Többet sebez bele. Legalábbis szerintem. Meg a játék szerint is. Na jó. Azt mondja, hogy... Jaj! Ugye nem akart megsztegerelődni. Hey, ó, megfertőzött. Bassza meg, na mindegy. Jaj! Rossz fegyver. Te még ez? Na biztos, hogy nem. De elég voltam megfertőzve. Nem hiányzott az érzés. Az az igazság. Ja, ez trash kompaktor, akkor azért nincs benne semmi. Sorry. Üssed! Tudjátok, mi jutott eszembe? A kamuflás hálóhoz kéne szétszedni néhány tábori sátrat. Abból egész jól jön a cloth. Ez már így amúgy is elegendő, és nem sokára kihúzzuk majd a do it yourself perket, amivel lehet majd ilyeneket készíteni. Szerintem megnézzük még egy házat. Egy ilyen nagyobb bacskát. És akkor szétszedünk egy-két ilyen kempet. Reggeteg van, csak nem mindegyik elérhető magasságban, ugye? Szétkapjuk, hogy legyen egy kevés cloth, és akkor befejezhetem végre a állandó gyapott termesztést. Mi ez a sok kövér zombi? Elértem egy másik játék stage-be, egy másik játék állapotba. Nem olyan rossz ez a bó. Én ki vagyok vele békülve. Már előrelátóan rövid gatyóba jöttem, mert tudtam, hogy itt el leszek egy darabig. Na, keressünk néhány ilyen tábort. Azt tudom, hogy a katonai táborban van rengeteg sátor, úgyhogy szerintem akkor vegyük azt célba. Az úgyis itt van a közelben, bár havastájon, úgyhogy majd sietnünk kell egy cseppet. Ennyi elektromos alkatrész szerintem egyelőre elég lesz. De ha nem, akkor megnézhetjük. Motion sensor, ugye. Ó, bőven, bőven. Hát négy turretet akarok csinálni. Bőven elég. Majd később, ha kell, akkor szedünk még. Na, erre volt a kemp? Erre volt valahol, ugye? Jól emlékszem. Hopp, itt van. Na, ezt a pár sátrat itt szétkapjuk. Stop. Úgy. Alright. Ugye erre még mindig elvileg a balta a legmegfelelőbb. Meg kéne próbálni úgy, hogy ne hújjon le, hanem
Az anyád. Jaj! Totál megfeledkeztem, hogy van respawn. Ó, oh, bakker. Gyertek csak még, gyertek nyugodtan. Nem panaszkép mondtam. Ha azt itt elkezdem bebontani, akkor csak nem hullik már az egész. Macsetéve milyen? Azzal is jó. Jó, akkor maradjunk a macseténél, mert ugye a Bladed Weapon skillt valószínűleg így fejleszti. Na, meg jobban is néz ki. És macsetét olcsóbb gyártani, mint újabb baltát ugye a szereléshez. Na, most fog lehullani. Nem hullott. Yay! Nagyon jó, ez mennyi klof? Szerintem ezt bebontom ezt a tábort, és ez elég is. Úgy nagy vonalakba. Ennye benye? Pedig ugye kreatív módban van egy olyan opció, hogy a blokk minden oldalát befesse. Na mi van? Saját csapdátokba? Kellemetlen. Ugye a kreatív módban van az, hogy minden oldalát befesse a blokknak a az ecset, mikor használjátok. Hát most aki csinálta ezeket a sátrakat, az nem kreatív módban csinálta, vagy nem úgy csinálta, hogy minden oldalát befesse. Hm. Anyagmunka. Csak viccelek. A legkevésbé sem számít igazából. Na, jó van, lesz elegendő holmi. Cloth for the haze, ugye. Jó lenne már nézni Cage-nek is a videóit, de annyira nincs időm, basszus. Le vagyok maradva nagyon. A Last Day on Earth játékkal is játszik. Kínáltátok ti is nekem ugye a mobilos karcsúsított Seven Days to Die. Meg akartam azt is nézni, de nincs idő. Nincs idő. Ezt is úgy, hát mennyi az idő. 8 körül veszem föl, és a hajnal 4-be kelek, ugye megint. Vissza meló. 3-kor haza. Videó. Most hirtelen még azon is el kellett gondolkodni, hogy macskákat megetettem, de egyébként igen. Mert nem akartak beengedni addig. Tolongtak ott az ajtóba. Ejj! Na, ha már itt vagyunk, akkor megszabadítjuk a népet a... milyen pörgőforgós allert kaptam. Ouch! Mellé! Ja, hogy nincsen stamina? Ja, igen, jó. Infection. Oké, oké. Megvagyok, jó vagyok. Most örülnék, ha adnál egy antibiotikumot, csak így. Nem? Elfenekeljük. Így a macsete lapjával. Azaz, fordulj meg, rossz fiú. A probléma a következő, kicsit tele vagyunk. Minibike. Hű. Hű. Jaj. Hú. Oké. Okay. Ippen hogy. Azért arra kíváncsi lennék, most belehalnék-e, hogyha felrobbannék. Szerintem nem. De ki tudja. Ez nem kell. Tudok csinálni otthon egy csomót. Ezt is felhasználhatjuk gyógyulás szempontjából, céljából. Akkor talán meg tudunk válni ettől a három víztől is. Hát nem. Háromtól nem. Semmi gond. Folytatjuk a sátorbontást. Itt volt az elrejtett? Nem, nem itt volt. Bánom, szánom. Oké. Okay. Melyiket kezdtem el lebontani? Na. Tessék szépen, köszönöm. Hello. Rocket Launcher. Ki tudja, talán még ennél a hordánál használni is fogom. Amíg ugye messzebb vannak a zombik, addig érdemes oda durrantani nekik egyet-kettőt, csak utána olyan csúnyán néz ki a táj, azt meg nem szeretem, mikor szét van robbantva minden. Az olyan nem jó. Nem túl precíz. És nem túl természetbarát. Na meg ha véletlenül mellé lövök, akkor ugye az én területem látja kárát. Nek adhattak volna valami szakadósabb hangot, valami ruhatépéses, vagy valami hasonlót. Talán, mint hogyha valami vattát, vagy nem vattát, mint akarom, szivacsot ütnénk szét.
Ajaj. Cseztem. Emlékszem, régen ez olyan volt, hogy ugye szétcseszte az ember az alját, így. És akkor ami lehullott, az eleve így clothként jelent meg a földön, és akkor csak nyomva kellett tartani az E-t, és így összeszippantotta az emberünk. Vicces volt. Sokkal gyorsabban működött. Oké, ez már lassan kettő stack. No, kamu. 49. Akkor viszont kell még, mert ugye a killzone-nak a tetejét is álcahálóból akarom megcsinálni. Ez miért esett le? Az előzőnél nem esett le. Ez totál ki is ment a fejemből, csak termeltem nagy volt gyapotot, mint a nyüzű. Vagy a güzű. Közben elfeledkeztem ezekről a sátrakról, pedig majdnem minden játékomat úgy kezdem, amikor klotra van szükség, akkor egyből megtalálok egy kempet, rengeteg van kint belőle a szabadban, lebontok néhány sátrat, az már is van egy fél stack, vagy hanem egy egész cloth. Hát ezek ilyen kis apró cseprő trükkök. Meg állítólag a homokzsákokból is egész jól lehet szerezni cuccot, de nem tudom, hogy... Ó, hogy fát ad? De miért ad fát? Ez régen? Na, aha. Ja, hogy mert azt ütöttem, aha. De akkor valószínűleg ásóval kell ezt is. Ezt még nem is tudom, ki mondta nekem, lehet, hogy ez... már kicsit régebbi információ. Ajaj. Tüsszentősdi. Nem akarok. Na, visszafordult. Itt van. Crushed sand. Ó, akkor nem is homokot ad. Még egy téves info. Hát azért én is szeretem kipróbálgatni ezeket a dolgokat, amiket mondtok, hát ha... Általában kapok jó tippeket. Nem is keveset. Kifőtt a stami. Jó, szerintem elég lesz ennyi. Több mint... Nem. Nem lesz elég ennyi. De... Mivel már helyem amúgy se sok van... Esetleg, ha még nagyon kell, akkor visszajöhetek érte. Na szóval. Szépen hazamegyünk. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk rittyenteni ebből a meglévő dolgokból. Még éjszak előtt... Ó, itt van még egy tábor tényleg. Még éjszak előtt össze akarom rakni a tureteket, mert ezt a hordát már ott szeretném kibírni. Nem nagyon akarok lejönni majd arról a fémpallóról. Vagy rácspallóról. Legközelebb már ide a havasba fogok jönni buildert farmolni. A zöldről már majdnem mindent felszedtem. Csak azért voltam ott, mert ott a lead, ugye az ólom kupacokat is szétcsákjáztam, hogy legyen lőszer. Abból is, itt is van még, errefele fogok akkor legközelebb jönni szerintem. Sapka sál, aztán mehet a parti. Hát ha betalál majd egy-két havasi zombi, azoknál úgyis jó aludt. Gyakran. Na, a generátor már itt van, úgyhogy azzal rendben leszünk. Jó lenne már ezt a hidat is felfejleszteni, de olyan sok kell hozzá. Ott is be kell fejeznem azt még. Egyelőre nem tűnik, hogy gyorsabban nőne, nem úgy tűnik, mint hogy gyorsabban nőne a fa, de még nagyon korai ezt így kijelenteni. Na meg ugye azt is meg kell nézni, hogy milyen gyorsan éli el a maximum nagyságát, meg hogy mennyi fát kapunk belőle, úgyhogy miután szétvágtuk azokat, amiket nem trágyáztunk, utána majd azt leteszem, ugye külön lemérem, hogy mennyi volt belőle, és majd utána külön kivágom, amit egy fertilizerrel csináltunk, meg amit mind az összes kockával körülötte. Na, gyorsan megszabadulok a lúttól. Apropó, ó, ott már csukám, csak rossz minőségű. Ezt lehet, hogy meg kéne szerelni, no? Talán. És kész a lőszer is. Mesés. Mesés, kérem szépen. Na, a shotgun turretek már biztos túlélnek egy hordát. 5 stack lőszerrel már, nehogy ne. Van nálam olyan, hogy... Van arra két a vetőlőszer. 6 darab. Ah, 7000-et kóstál ez a full kék rakétavető. Ez még így pörög, de az óló már kezd elfogyni. Nekem viszont már villámlik. Ujjjj. Mennyi az idő? 6 óra? Na, még mielőtt bármi komolyabb problémánk történik.
Tökéletes. Mindig az olcsóbb megoldásra megyek, ugye? A méz az nem olyan drága, mint az antibiotikum. Na akkor... Mennyi kamuflás kell még a tetőre? Oda is kell még. Csinálok először is egy 30-ast. És ugye kell még egy... Ilyen csicsök. Jó. Ja, meg rámpa is kell még. Hol, de még mennyi? Rámpa. Akkor ezzel még várunk is egy kicsit. Egy-egy. Először a spéci dolgok, ugye? Jó. Ez majd úgyis ide fog fentre kelleni. Ezt itt szerintem nem is fogom bekamúzni, ide fogom tenni majd a napenergia kollektorokat, ha találok. Egy. Hát igen, már villámlik. Most vagy az lesz, hogy rövidebbre vágom az epizódot, vagy ténylegesen bele fog férni a horda. Na, akkor gyorsan csináljuk meg ezeket a tureteket, aztán szerintem mégiscsak belepasszírozzuk a hordát valahogy. Nem akarom elsietni, de az se jó, hogyha nem fér bele a lootolási idő, ugye. Bányakánya, tegyük bele akkor a hordát is. Pedig azt ma azzal kezdtem, hogy biztos nem fog beleférni, de bele fog. Úgy csináljuk, hogy beleférjem. Használjuk majdnem mindet. Nagyon sok cloth fragment kell hozzá egyébként, nem tudom miért. De látjátok, ezt is mondtam múltkor, hogy mindig találok valami elemet a bázisomon, ami drága, vagy drágára sikerül. Akarva, akaratlanul is. Hát azok néznek ki volna. Úgy. Jó. Nem ezt akartuk. Lutilut. Nem volt rossz a lut. Talán nem. Hol tettem a military fibert? Nem áll. Nincsen több. Hű. Egy darab. Oké. Ezt pénzi akarom tenni. Akár csak ezt meg ezt. Jó. A fegyvereket egyébként csak így. Ezt majd hozzápattintjuk. Ruhák. Na! Oké, tehát akkor. Mi kell hozzá? Ú, minden meg még egy kis forsdájon is. Ó, szerencsére még maradt. Jól van. Na, akkor ezt így most abba fejezzük. És akkor... Motion sensor. 4 darab. Egy perc, oké. Okay. Ajajajaj. Majd befejezem a rámpázást. Hát ha 4 perc, akkor... Hát! Basszus. Ez elég cinkes időbeosztás, azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy 2 turettel fogunk menni, 2 shotgun turettel? Biztos, hogy... Biztos, hogy... Meg lesz mind a 4. Oké, oké, oké. Jó. Na, ez már totál military feeling. Terepszínű épületre terepszínű álcaháló. Terepszínű, terepszínű, terepszínnel. Nem túl változatos, de jól néz ki. És akkor ehhez kell nekem a shotgun alkatrészek. Jó. Egy. Miért egy?
Ja, mert külön lehet. Oké, megvan, tudom már miért. És akkor autóturret meg ugye a másik kettő. Mim nincs. Mechanical parts. Egy híja. Egyetlen egy híja. Alright. Még van 2 órám. Ó, jó, hogy ez ilyen gyorsan elkészül. Ezt mindig elfelejtem, hogy ez valamiért macsak gyors. Kell nekünk egy ilyen. Azt mondja, kell nekünk. Elég lesz ez? Remélem elég lesz. Jó, kell a benzin. Vagy gázolaj, ahogy tetszik. Jó. Végszükség esetére moci. Ahol kellett volna valami jobb fegyver, mint a nyíl. Az a baj, hogy lőszerem sincs más fegyverhez most, így per pillanat. Csak a géppuskához lenne. A géppisztolyhoz, bocsánat. Arról itt fél úton megállunk, hogyha baj van, akkor le tudjunk szökkenni. Na, nézzük a medvét. Azt mondja, hogy... Jó. Hogy is szerettem én volna ezt? Azt mondja, shotgun tureteket akartam. Ide. Ahogy. És oda pedig a 2 autóturetet. Ugye beállítjuk szépen. És még a kábel se lesz útba, de jó. Itt elhúzódik fölöttük. Na. Úgy. Júj. Az aztán a... Ó, be kell kapcsolni tényleg. Tényleg. Jó, elbírja őket, remek. Azt mondja, hogy valahogy így kéne lelátnod, barátocskám. Oké. Okay. Ugye, hogy lefelé nézzen a sárga zóna, ne fölfelé. Úgy. Gyönyörű. Ezt kérem szépen. Ritkán mondhatom el ezt így, de ezt pont így terveztem. Nem mindig sikerül ez így. Ez most valahogy igen. A gondos tervezésnek hála is. Gyakran hiba csúszik a tervbe. Oké. Okay. Másik turimuri. Jó van, mindjárt végzünk. Mindjárt végzünk. Ugye a shotgunokat csináltam azért erre az oldalra, mert ők már csak akkor fognak lőni, ha ideértek. Ők viszont talán egy kicsit messzebbre is elkapják a zombikat, ha úgy alakul. Viszont a shoti lesz a végső kivégző, tehát... a másiknál lezártam az ammót. Le. Jó. Ez itt. Jó. Hát loot ez nem nagyon lesz. Lootolni nem... Hülye. Lootolni nem nagyon fogok tudni. De most nem is az a lényeg. Night vision az természetesen a fejünkön. Gyönyörködünk egy sort a lemenő nap fényében, aztán indulhat a móka. Nem akarok visszaszaladni másik fegyverért, meg lerakni a nem kellő cuccokat, mert most azt akarom, hogy leszpawnoljon a horda rendesen. Azért maradok itt, és akkor reménykedem, hogy onnan jönnek, ahonnan eddig is. Nem pedig gondolnak egyet, és akkor a víz felől. Na. Soti az... Hát, fegyverem az nem sok van, és még a macsetém is használt. Na most viszont kiderül, hogy tényleg útban van-e nagyon ez a builder itt. Avagy nem akadnak be a zombik, és rendesen jönnek majd felém. Szerintem ki fogják kerülni. Nagyon, amikor futkostam, akkor is kikerülték. Egy-két rendőrzombi köpés, meg robbanás beleakadt, de amúgy meg nem volt nagy gáz szerintem.
Na, 42. napi horda. Lássuk, mit tudsz nekem mutatni. Kivárjuk most már szépen. Ami még gond lehet, az az, hogy esetlegesen szétverik az egyik tartó oszlopot. De mind a négyet, csak nem. 6000 év. Mondjuk a rendőr zombi... franc se tudja. Kicsit jobban is izgulok most, mint amikor lábon vittem az egészet egész este. Ilyenkor dől el, hogy... hogy működik-e az, amit eltervezett az ember, vagy sem. De ha nagy a gond, legalább tudjuk, hogy el tudunk futni. Szóval... horda van, 10 perced. Hogy ide érj és meghalj. Úgyhogy hajrá. Huiiii! Hunted! Jó! Hú, de meghalt ez a kutya gyorsan. Várj, már kilőtte le? Ja, hogy azok? Aha, te jó ég! Helyi, a földet nem kéne. Olyaj. Aha, kezdődik. Kezdődik a problém. Igen, a rendőr zombival az a baj. Fölkep. Hullanak. Hullanak rendesen. Na, ott az első Wright. Ja nem, az katonai. Bocsánat. Te jó vég. Ez is jó, mert az közel, az messzire, és ha közel érnek, még az a kettőbe tud segíteni. Teljesen jó. Halomra velük! A jó leső megelégedettséggel dőlt el hátra. Egészségetekre! Na nézzünk szét azért egy kicsit. Halmozódik a hullám. A fülem. Aha, hogy a lőszer? Nagyon. Tudod, ki még bírja. A túred az jobban szól neki. Ha nem engedem a rendőr zombit lőni, akkor minden oké. Ugye erre kéne majd a mesterdenészpuska. Jó, vagy három slug. Oké. Hogy ez jó. Rendőr zombira figyelni kell, a többi az... nem fontos. Szóval jó ég. Felezünk. Húj! Megközel vagy. Oké. Okay. Jó, tehát egyikből kifogy, a másik még mindig ugyanúgy tud segíteni. Ez nagyon jó. És még csak 10 egységnyi gázolajat használni kell. De már izé rektelve van a fél horda. Oké, működik. Jézus. Na hát így azért reggel kicsit könnyebb lesz lootolni.
Mi ez a sok kutya itt? Látjátok ezt? Tudjátok mit? Nem megyek, azt szétnézek egy kicsit. Csak nem fog szétlőni a saját túretem. Ha igen, akkor az az én hibám. Mert lemásztam. Ott egy zakó. Csak azért ne tűnjenek el ugye. Kicsit több cuccast kapjak belőle. Az mi volt? Ja, kávébab. Ugye az elején jöttek a kicsit táposabb zombik. Azokban volt a fat loot. Nem is tudom, mi volt az. Hopp, egy kincses térkép. Nem, a kincses térkép, azt is derék találtam. Köszönöm, tudjátok. Hova lősz? Olyan messzire? Az igen. Pedig lejjebb van állított, ti is láttátok, a szemetek láttára állítottam be, hogy mihol, merre nézzen. Már tele vagyok? És kifogy már lassan. Ó, Sotti turat az jobban megéri ezek szerint. Shotgun turat az... Jóféle cucc. Ja, ez marad, ezt majd beosztom szépen. Na, menjünk még vissza egy picit. Ups! Csoda fejetlenség. Ó, most jön a spider zombi. Egy-két lövésbe azok is kifekszenek szerencsére. Igen, az a jó a turretekben, hogy sokkal pontosabb lőnek, mint én. Hű, valakire nagyon lőttünk. Egy darab fejlevés, kérek szépen. Te jó ég. Bum. Hát igen, a négy turret az véleményem szerint erős túlzás. Tehát ezt még egy darab shotgun turrettel is simán ki lehet bírni. És itt mászkálok köztük és lootolok, tehát... Lehet legközelebb valami arénaszerűséget fogok csinálni, valamint olyat, amiben ugye... Hoppá! Erről lekésett a... turret. Na, de vissza is kaptam a izét. Vissza is kaptam a mankót. Meg a lényegében véve a vitaminnal még azt a wellness-t is, amit a pofontól elszenvedtem, a wellness demist. Júj! Itt viszont megsérült a híd. Valószínűleg a rendőrzombi robbanása vagy köpése véget miatt. Vigyük a kutyókat is. Oh. Oh, kárba ment. Mindegy. Kutyus? Pup. Te jó ég! Kár, hogy nem lehet fejleszteni a tületeket, hogy pontosabbak legyenek, vagy precízebbek, majd úgy értem, hogy ne lőjön rá 60-at, tehát most láttatok, hogy szétlőtte egyik kezét, másik kezét, aztán lőtte rá a fejét. Jó, ő mindjárt kifogy. Ő benne még rengeteg van. Benne is. De ő lő többet. Ezért neki beadjuk a maradékot. No. És még csontot is kapunk meg. Rothadt hús itt, van itt minden. Kicsit, wow! Kicsit előbb másztam volna le, akkor... Talán még több lootot kapok. Ja.
Military zombitól, meg az ilyesmiktől. De nem panaszkodom, jött mindenféle. Fegyver ugyan nem nagyon, egy pisztolyt láttam talán. A lőszert azt kaptam egy kevéskét. Ugye be is tesszük ide. Te jó ég. Még estébe háromszor eltalálta. Hm. Jaj. Egy darab. Egy darab glue. Igen, most viszont nem hallom őket, mert nagyon le van halkítva. Hát legközelebb majd fülessel csinálom. Itt viszont vigyáznom kéne. Iha. Ez fájt. Szerintem eltalált valamelyik lövegem. Löveg? Az mondjuk egy jó szó. Pipipipi. Kis spider. Itt a pók, hol a pók? Hát a nagyja az lement, én úgy vélem. Egy pár zombi fog ide be csellengeni reggelig. Ezt most már végigvárom. Az meg nem volt lootolva. És pont abban volt a pisztoly. De ügyes vagy, Ronin. Rányomtam az erre, hogy vegyen ki belőle mindent, és nem volt üres helyem. Regd. Buktunk egy pisztolyt, sorry. Egy szempistoló. Na így. Erre miért nem lehet bekalibrálni az összeset? Fura. Hey ho. Hello, big boy. Várj, van még eltaláltad tületet. Aha. Akkor ez lesz a négy sarokba történő lehelyezésnek a hátránya. Eltalálják egymást. Mondjuk többi az, ahogy elmondom. De ezt eltalálja ez. Mert arra felelő. Ja, nincs is nálam alkatrész. Megszereljük. Na mindegy, ebből tanulunk. Legközelebb majd úgy tervezzük, hogy nem van ezzel probléma. Hallod, nem akarsz meghalni négy lövés után? Kösz. Kis token, kis ez meg az. Aha, turretek lőtték a hídat. Jó, akkor nem szabad rámennem a hídra. Mert akkor jönnek felém a zombik, és a zombikra meg rálő a turret. Ja, ez nem kell. Szintén zenész. Hazmat pants, azt visszük. Pupu. A földre le. Megint nem lootoltam. Ez mi? Ja, azt hírem, hogy dobtam. Hoppá. A Half-Life 2-ből emlékeztet a turretnek a hangja. Ott is a turretek voltak, amikor megláttak minket, hogy titititit, elkezdtek pittyogni. Aztán elszabadult a pokol. Meg ki kell pótolnom itt a földet. Na. Bűv. Leszakadt a keze, leszakadt a feje. Aztán még a vízbe is belegurul. Ez közel volt. Igen, eltalálják az oszlopokat, meg eltalálják egymást. De igazából ennyi a hátrány, tehát így. És azt sem, mert 1000 HP-ja van. Annyira nem vészes. Az mondjuk más, hogy elszór egy csomó lőszert. De tényleg sokat. De legközelebb szerintem maradok az egy shotgun, egy submachine gun turret felállásnál. A négy az teljesen fölösleges. Megszereltük az arcát. Te jó ég. Na végre valami. Ne gurulj már el. Áú. Hagyjatok már. Nézd már. Te jó ég. Én fertőzött vagyok.
Kicsit későn kapcsolnak azok, amik errefelé néznek. Furi. Ja, hogy már nem is... Ó, akkor ez csak egy ideiglenes lábzúzódás? Vagy mi az, amit kapok? Ilyenkor. Apropó. Pólóm! Gyorsan szerelünk rajta egyet. Igen, megdolgozták egy cseppet. Itt közben ruhát szerelünk, levesszük az alsógatyót, értitek? Végül is horda éjjel, mi más csinálna az ember? Hoppá. Hú, ez érdekes volt. Beléptem kétszer, aztán ilyen szöszmévé. Ó, szmekivé változott. Azt meg estébe lőtte szét. Ki sem tudom lootolni, hogy belezuhant a földbe. Na, ha ebből a sok rothadt húsból nem lesz fertilizer, akkor semmi dolog. Hát igazából itt biztonságban vagyok tulajdonképpen, de ha kicsit kimegyek lootolgatni, az a veszélyesebb. Hello! És viszlát. Cowboy. Nagyon meghalt. És rendőr zombi már nem is jön. Fura. Az elején letudtuk a magját. Te jó ég. Még egy kis lőszer. Majdnem kihúzom abból a lőszerből, amit találok a zombikon. Te jó ég. Hajd meg öcsém, szerintem nem akarsz már fölkelni. Szépen felállnak sorba, kapják a hediket. Okay. És a hajnal is mindjárt itt van. Szuper! Na, hát ennyi félből a mai epizódos, srácok, remélem, hogy élveztétek és tetszett. Ez az az általános killzone elrendezés, amit az előző bázisomban is létre akartam hozni. Ez egy kicsit finomított változat. Láthatjátok, hogy végül is lootolásra is alkalmas. Már az elején még egy kicsit veszélyes leugrani, de ha kibővítitek, és kicsit másképp helyezitek el a tureteket, akkor szerintem egészen frankó kis lootolós terület válhat ebből. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Dobjatok egy lájkot, ha úgy érztek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok. Sziasztok!